Földrajz hetedik osztály, monszun. Vannak országok, ahol néhány hónap alatt háromszor, akár még többször annyi csapadék esik le, mint nálunk egész évben. A sok csapadék mennyiség hatalmas nagy áradásokkal, özönvizekkel járhat. De ez a hatalmas nagy csapadék mennyiség élteti ezeket az országokat, a népek várják a monszun bekövetkeztét, ugyanis a monszun nélkül a mezőgazdasági munkálatok, a rizstermesztés nem lehetséges. A következő két kísérletben egyszerű légköri jelenségeket vizsgálunk meg, melyek hozzájárulnak a monszun kialakulásához. Az első kísérletben a meleg levegő és a hideg levegő térfogatának a vizsgálatát fogjuk elvégezni, míg a második kísérletben a meleg levegő mozgásával kapcsolatos kísérleteket fogunk végezni. Az első vizsgálat, tehát a meleg levegő, hideg levegő térfogatát vizsgáljuk. Kell hozzá két főző pohár, ellenmellyel lombik, amire lufit húzunk. Az egyik főző pohárba töltsük egy kevésüket. Helyezzük rá a bunzen égőre, és gyújtsuk meg a bunzen égőt. Az ellenmellyel lombikot helyezzük bele a főző pohárba. Ügyeljünk rá, hogy a lufi ne érjen hozzá a főző pohárhoz, mert hozzáolvadott. A másik főző pohárba töltsünk hideg vizet. Lehet látni, hogy a lufi kitágult melegítés hatására. Ugyanis az ellenmellyel lombikban lévő levegő felmelegedett és kitágult. Ezek után az ellenmellyel lombikot rakjuk át hidegvízbe. Rögtön lehet látni, hogy a lufi összeesett. A hideg levegőnek a térfogata sokkal kisebb, mint a meleg levegő térfogata. A mérsékletői monszun esetében a szárazföldek jobban felmelegszenek nyáron, mint a tengerek. Éppen emiatt a levegő is melegebb lesz a szárazföldek felett, ez a meleg levegő elkezd felfele áramlani. Helyére a tengerek felől hideg levegő érkezik. Ez a levegő pedig csapadékot hoz. Emiatt a monszun területeken nyáron heves esőzések alakulnak ki. A kísérlet második részében a meleg levegő mozgását fogjuk tanulmányozni. Egy egyszerű hőlégballont fogunk készíteni. Először is szükségünk van valamilyen zacskóra, szükségünk van néhány papírcsíkra és cerexre. Néhány papírcsíkot erősítsünk a zacskónak az aljára. Miután ezzel megvagyunk, hajszárítóval meleg levegőt fújjunk a melyik mozacskóba.
amikor a levegő már jól átmelegedett a 40-as óba, megyünk el a hajszárító fölül,